Megyek lábúj hegyre? Minden, lejjebb görnyedek így. Sziasztok, itt vagyunk a 10 éves Duma színnál sajtótájékoztatóján Kovács András Péterrel. Sziasztok, én is itt vagyok élőben. Te hogy fogod ezt megünnepelni, ezt a 10 évet? Hát nagyon sok munkával, mert innen még szaladok majd ötletelni, meg utána próbálunk az esti gálára, és utána az esti gála az egy 3 órás műsor lesz, úgyhogy valamikor este 10-kor érek az a holtfáradtan. Mivel a közönség jó része a saját magunk lesz, ezért majd az lesz a kihívás, hogy hogy szórakoztassam a kollégákat, az mindig sokkal nehezebb, mint a közönséget. Tényleg, ha már itt tartunk, hogy kollégák, te meg szoktad nézni a saját kollégáidat, esetleg beülsz egy stand-upukra, nevetsz is rajtuk? Persze, hát együtt lépünk föl, úgyhogy azért fél évente egyszer-kétszer mindenkivel föllépek, és meghallgatom az új műsorukat, és nagyon jókat szórakozom rajta, és inspirál és motivál is. Melyik volt az a celeb, akitől a legtöbb point legomboltad? Annak idején még talán Sobert Norbiék adták a legtöbb muníciót. Volt-e már olyan, hogy megállított egy rendőr, és mikor fölismert téged, utána inkább azt mondta, hogy menjél tovább, nehogy kiparodizálj. Ez egyébként szó szerint így hangzott el, tehát kétszer is előfordult, hogy egyszer pattan, megelőztem 40-es táblánál 60-nal egy szürke golfot, hogy miért a vacakol előttem, és ahogy elhaladtam előtte, így belenéztem a tükörbe, és láttam, hogy rá van írva a motorháztetőjére nagybetűvel, hogy rendőrség, és hát villogott, hogy álljak ki, és én hát nem maradtam a kocsiban, hanem siettem, kikötöttem magam, kipattantam a kocsiból, és ő kezdett el hátrálni, hogy ne, menjen. Illetve a másik ilyen gyorshajtásos sztorim az volt, hogy megállított a rendőr, és kezdte, hogy hova ilyen gyorsan, és mondom, ne haragudjon, rohanok, mert fellépésem van, és azt mondta, hogy na jó, akkor menjen gyorsan, de lassan. Igen, tehát neked nagyon sok rendőrös poénod volt, ezért is kérdeztem. Igen, de szeretnek minket egyébként, meg mi is őket. Hát te minek a hatására kezdted el a humorista munkát? Hát nekem ez egy hétvégi hobbinak indult, az exhibicionizmus az már dolgozott bennem, én tanársegéd voltam jogi egyetemen, de úgy éreztem, hogy azért emellett kéne valami oldottabb, lazább dolog is, és tényleg hobbiként indult el itt 10 éve ezek között a falak között, aztán egyszer csak komolyá fajult a dolog, és 2006-ban már el kellett döntenem, hogy a jogi pálya vagy ez. És nem félsz attól, hogy egyszer ki fogsz égni? Egyszer nem tudsz majd több poént gyártani? Egyszer Kármájtól is megkérdezték ezt, hogy nem félre attól, hogy több regény nem jut az eszébe, és mondta, hogy dehogy nem, gyakran vannak ilyen válságaim, és mit csinál, hát mit tetnék, híres író vagyok, kell írnom tovább. Úgyhogy nem okosan beosztjuk, meg én tartalékolok az asszályosabb időszakokra is, úgyhogy ha vannak ilyen... Dugipolt. Igen, bespájzolok, és ha vannak ilyen szárazabb időszakok, akkor túlélem a tartalékokkal. És ha netán nem jönne be ez a pálya, bár remélem ez tovább fog folytatódni, mert én személyes nagy kedvencem vagy. Hogyha nem jönne be, akkor mihez kezdenél? Fogalmam sincs. Nem hiszem, hogy visszamennék jogászkodni, mert azóta már minden létező jogszabály megváltozott, és újra kéne tanulnom az egészet. Nem tudom, lehet, hogy sütiboltot nyitnék, lehet, hogy a jó ég tudja, fogalmam sincs. Jó kis római jog. Igen, fogalmam sincs. Köszönöm szépen ezt az interjút, akkor sok sikert továbbra is. Szia! Köszönöm.